És, és elég drámai volt Jézusnak a feltámadása. Amikor a kő elgördült, senki nem tudta megkerülni azt, ami történt akkor Jeruzsálemben. Nagyon drámai volt a halála, mikor megrendült Jeruzsálem, mikor a kárpit ketté szakadt, mikor a sírból halottak támadtak fel. És azóta is a kereszténységnek a szakító próbája az nem más, mint a feltámadásnak az ereje. És a feltámadás azóta foglalkoztatja az embert, mert azóta találkozunk a halállal. Ha találkozunk a halállal, akkor egy óriási nagy kérdés, hogy van feltámadás, vagy nincs feltámadás. Sokan sokféleképpen közelítik meg ezt a kérdést. Volt egy fiú, aki nem akart menni dolgozni egy hétfő reggel, és felhívta a főnökét, hogy ha sajnos nagy, nagy tragédia történt a hétvégén, nagymamám, akit nagyon szeretek, meghalt, és most hétfőn van a temetése, ezért nem tudok ma menni dolgozni, megkapta a kimenőt, majd kedreggel a főnök behívatta az irodába a fiút, és megkérdezte, hogy fiacskám, te hiszel a feltámadásban? A fiú nagyon elgondolkodott, hát mert mondta, hogy végül is keresztény családban nőttem fel, úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen. Azt mondta a főnök, hogy tegnap egy elképesztő dolog történt. Valami elindult bennem is, mert a halott nagymamát tegnap bejött a munkahelyre, téged keresett. Szóval van, amikor csak így találkozunk ezzel, hogy lebukik valaki, de ennél sokkal komolyabb dolgok történnek a feltámadás kapcsán. Mi itt egy nagyon kényelmes közegben, nagyon komfortosan ünnepeljük a húsvétot, de konkrétan 50 évvel ezelőtt, 1973 húsvétján egy nagyon különös dolog történt Ugandában. Nem tudom, hogy mennyire követed Uganda történetét. Van egy katonai vezetőjük, volt egy katonai vezetőjük, Idi Amin nevet viselt, ez a férfi, aki először egy egyszerű katonaként, vezető tábornokként szolgált, majd ő lett Ugandának az elnöke. És azt mondják róla a történészek, hogy a 20. század legnagyobb zsarnoka volt ez az ember. A mészállása és a hatalommal való visszaélése kapcsán 100.000 és 500.000 közé mondják, hogy hány ember halt bele az ő, az ő diktatúrájába. És előszeretettel szeretettel csapott le az ostor a keresztényekre. És egy ilyen közegben, egy ilyen zsarnokkal az élén egy országban, volt egy egyszerű lelki pászor, úgy hívták, hogy Kefa Szempangni. Nem vagyok jó az ugandai nevek kimondásában, ezt nézzétek el nekem. Szóval Kefa Szempangni pásztor azt mondta, hogy őt ez nem érdekli. Ő úgy igazán meg fogja ünnepelni ezt a húsvétot, és nem érdekli, hogy ez mivel jár. Úgyhogy kibérelte a helyi foci stadiont, és több mint 7000 ember gyűlt össze, hogy a feltámadásról halljanak. Több mint 7000 ember, elképesztően sokan befogadták aznap ott az urat, 1973-ban, majd mire ez a férfi hazaért, egy fekete autó várta őt, betaszigálták a házba, és öt férfi, öt fegyveres, ennek az ideáminnak öt embere, pisztolyt szegezett a fejéhez, és mondta, hogy kaptuk a parancsot, jöttünk téged megölni. Mi az utolsó mondatod, mielőtt meghúzzuk a ravaszt? És azt mondta ez a pásztor, rájuk nézett, és azt mondta, tegyétek, amit tennetek kell. Én hadd mondjam el nektek, hogy én nem félek. Azért, mert Krisztussal már meghaltam. Egy halottat meg nem nagyon tudtok megölni. Én nem vagyok veszélyben, ti vagytok veszélyben, amíg nem ismeritek az Isten kegyelmét. És nem tudjátok, hogy mi lesz veletek, ha meghaltok. Nem a foci stadionban történt a legnagyobb csoda, mert ennek az öt fegyveresnek a vezetője azt mondta, hogy fiúk, fegyvet le. Imádkozna értünk, Pásztor. Plusz öt ember még megtért aznap este. És ezek az emberek, akik a titkos szolgálba dolgoztak Ugandában, és a királynak a parancsait teljesítették, aznap felmondtak. Nem tudjuk, hogy mi lett a sorsuk, mi lett később velük. De ez a férfi kiállt oda, és azt mondta, hogy bármit tehettek velem, én Krisztussal együtt meghaltam, és vele feltámadtam. És ez a húsvétnek az egyik fő üzenete. Hogyha szeretnénk ezt egy kicsit jobban megérteni, hogy mi történt azon a bizonyos reggelen, akkor szeretném, hogy a tudnád megérteni azt, hogy a Biblia teljes fókusza erre a napra szól. Hiszen a bűneset óta minden arról szólt, hogy eljön majd egy nap, mikor, mikor az Isten emberi lesz, és amikor a Földön megjelenik, ez készíti elő azon keresztül, hogy kiválasztja Ábrahámot, kiválaszt egy népet, kiválaszt egy királyságot, elindul a vérvonal, a szólnak a próféták, a próféciákat kibontja Isten, hogy hogy és miként, és az egész karácsonyig elvisz minket, ami elvisz minket a húsféthoz, a feltámadásnak a napjáig. És hogyha belegondolsz, akkor ez mindennek a középpontja. Hogyha ez nem igaz, akkor, akkor minden hazugság. Hogyha ez nem valóság, akkor az egésznek semmi értelme az égvilágon nincs. Egy híres tudós talán ismerős lehet az iskolában, neve Faradé, mikor Haldoklott, akkor mivel már akkor is egy nagy híresség volt a saját korában, voltak mellett emberek, akik ilyenkor ott ültek, hogy mint újságírók, meg, meg feljegyezzék, hogy hogy hal meg egy ilyen híres ember, egy, egy komoly tudós. És megkérdezte az egyik tőle, hogy milyen spekulációi vannak a halál után életről. Így haldoklás közben még adj egy interjút, nem? És ránézett, és azt mondta, hogy fiatal nekem nincsen spekulációm. A napnál világosabban tudom, hogy én mindjárt meghalok, és Jézusra találkozok. Ez nem egy spekuláció. hogy, lehet az emberek ilyen bizonyossága? Hogy lehet valaki egy ekkora meggyőződés, hogy ez valósága megtörtént? Mert, nagyon-nagyon sokan elhiszik azt, hogy Jézus élt. Ezt nem is kell elhinni. Ez egy történelmi tény. Nincsen talán a történelmünkben még egy olyan személy, akinek ennyi írásos emlék és különböző feljegyzés lenne az életéről, hogy ő megszületett, hogy ő élt, hogy őt megölték. Ezt nem lehet megcáfolni. De nagyon sokan idáig jutnak el Jézusnak a szép tanításaig, addig, hogy mennyire szép és jó. Mindaz, amit ő elmondott, na de azért, azért maradjunk már a Földön, ne? Azért ne gondoljuk már azt, hogy, a bomlásnak indult sejtek visszaindultak, és, és, újra egybeállt az a tönkretett test, és az a szív, amely már három napja leállt, az újra elkezdett dobogni. Mások azt mondják, hogy nem történt ott akkor a csoda, Jézus csak elkábult, és, és az egyik, egyik apologéta kapott egy levelet egy gyülekezeti taktól, hogy a mi gyülekezetünkben azt mondta a lelkész, hogy Jézus igazából meg se halt, hanem hogy elkábult, és a tanítványok beosontak a hátsó bejáraton a balangba, és felpumpálták egy kicsit Jézus, C-vitamin, tudod, hagyma te a minden, ami kell, és Jézus jobban lett. Azt válaszolta ez a keresztény apologéta, hogy egy dolgot javasolok. Fogjátok meg a lelkészeteket, korbácsoljátok meg, szúrjátok át az oldalát, szegezétek keresztre, három napig rakjátok be egy levegő nélküli barlangba, és nézzétek meg, mi történik vele. Jézus meghalt. Ezt nem, tudjuk, ezt nem tudjuk cáfolni. Az emberek a korbácsolásba is már belehaltak, Keresztrefeszítés nélkül. Keresztrefeszítésbe is belehaltak, szúrás nélkül. Jézus ezeket mind megkapta. Jézus meghalt? Ez biztos. A nagy kérdés az, hogy mit kezdesz azzal, ami ezután történik. Thomas Jefferson Bibliájáról sok évvel ezelőtt említettem már nektek, hogy ő akkor elkészítette a saját Biblia változatát. Ami ott ér véget az evangéliumoknál mindenhol, hogy Jézus sírba tették, és a sírt pedig lepecsételték, és egy nagy kővel őrizték. Mert hát azt mondta Thomas Jefferson, hogy egy fantasztikus dolog minden, amit Jézus tanított. Na de ugyan már legyünk már felvilágosult emberek. Nyilván nem járt a vizen, nyilván nem fog feltámadni, ezért kiszedett minden csodát, minden természetfeletti jelenséget a Bibliából. Elárulhatom nektek, hogy igen rövid Biblia lett. Mert ha minden csodát kiszedsz a Bibliából, és minden természetfeletti jelenséget, akkor én nagyon aranyos kis esti olvasmányt fogsz kapni. Szóval megtörtént ez valójában? A hitünk az, hogy igen. Múdi elmondta egyszer, hogy mikor kezdő lelkészként egy temetésre kérték, hogy szolgáljon, nagyon sokat készült rá, elolvasta minden a négy evangéliumot előről végéig, hogy megnézze, hogy hát, ha van jó inspirációt a temetésekkel kapcsolatban, hogy kell csinálni. És arra a végső következtetése jutott, hogy Jézus minden temetést elrontott. Amikor látott egy, egy búcsú menetet, ahol vittek egy halottat, feltámasztotta. Amikor elment Lázár temetésére késve, azt is feltámasztotta. És még a sajátját is elrontja, mert kijön a sírból. Hogyan történhet ez, hogy ennyire központi gondolata a feltámadás az új szövetségnek? Azért, mert ezen áll vagy bukik minden. Ezen áll vagy bukik minden. És szeretném, hogyha tudná most ezzel szembesülni. Nem azzal, hogy ez egy szép ünnep, a kereszény, tradíciók, hagyomány, hanem azzal, hogy mit kezdek én az életemen a feltámadással. Mert az a hitünk, hogy a feltámadásnak van egy ereje. Azt olvassuk az Abcsel 4-ben, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindjájukon. Az első gyülekezetnek az üzenete, olvasd végig az apcsát. általában ennyi volt. Jézus volt a messiás, ti megöltétek, ő meg feltámadt. Ez egy nagyon egyszerű üzenet volt. Azt olvassuk nagyon sokszor, hogy elképesztő nagy erővel hirdették Jézusnak a halálát, és Jézusnak a feltámadását. És amikor Péter ezt elmondja a zsidóknak, akkor egyetlen értelmes válasza volt ott annak a hatalmas tömegnek, hogy mit cselekedjünk, mit évők legyünk, hogyan tudunk üdvözölni. Képzeld el, valaki úgy, úgy hozta ezt a példát a mai napunkhoz kicsit közelebb, hogy képzeld el, hogy mész autóval, és összekoccansz valakivel, kicsit a te hibád, kicsit az ő hibája, kiszállsz a kocsiból, ő is kiszáll, te elgurul az eszed, és minden, és odamész, és üvöltözöl vele, kézed, hogy meg is ütöd, megtéped a ruháját, ő meg csak így némán tűri, beülsz a kocsiban, és elhajtasz. Mert hogy te sietsz, egy állásinterjúra mész. És képzeld el a következő esetet, bemész az állásinterjúra, kicsit vársz, majd beengednek az igazgatóhoz, és ott ül veled szemben a férfi. És azt éreznéd, hogy most mi tévő legyek? Valami ilyesmit érzett aznap a zsidó tömeg, mikor megértették azt, hogy eljött a messiás, mi meg megöltük. És azt mondták Péternek, Péter, mi tévők legyünk. És azt mondja Péter, mit kell tennetek? Térjetek meg, higgyetek Jézusban, gyertek ide, mert van kegyelem, van örök élet. És Péter nem azért mondta el ezt a zsidóknak, hogy na most akkor őt öltétek meg, na ő feltámadt, ismeri a címeteket, le fog vadászni. Nem ezért mondta el, hanem azért, hogy elmondja az örömhírt, hogy feltámadt, és van megbocsátás, van kegyelem. Azt olvassuk majd Róma első fejezetében, hogy a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Azt mondja ki ez a mondat, hogy a feltámadás volt a végső bizonyíték arra, hogy Jézus az, akinek mondja magát Isten fia. Leírják a korabeli történészek, hogy évente körülbelül 3-4-5 ember jelentette ki magáról Jeruzsálemben, hogy én vagyok a messiás. Ez egy gyakori dolog volt. De amikor azt mondtad, hogy te, megtaláltuk a messiást, melyiket? Idén már négyet. Ott van, mind meghalt, látod? Itt, egyik itt, másik ott, azt ott tölték, meg ott a sírja. Megtaláltuk a messiást. De ahhoz, hogy tényleg messiásnak bizonyuljon, ahhoz, aki rendkívülinek kellett lennie. Egy muszlim férfi megtért, és akkor megkérdezte tőle valaki, hogy de miért, miért lettél keresztény, Akkor azt mondta, hogy egy nagyon egyszerű afrikai férfi volt, hogy tudod, képzeld el azt, hogy megyek az úton. Jön egy elágaz, elágazódás. Balra az út, jobbra az út. Bal oldalt ott egy holtest, jobb oldalt ott egy élő ember. Te merre mennél? Elmentem, zarándokoltam, láttam Mohamed testét, láttam a sírját. Most meg találkoztam egy üres sírral. Te melyiket követnéd? Azt mondja Pál, hogy a feltámadáson keresztül Isten hatalmas fiának bizonyult Jézus. Sőt, azt olvassuk majd a negyedik fejezetben, hogy halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Halálra adatott a bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Hadd hozzak neked erre egy példát. Nagyon szeretem ezt a példát. Úgy szól, képzeld el azt, hogy ami elképesztő rossz dolgot tettél. Nagyon csúnyát. Nagyon rosszat. És mondjuk megjelen a büntetésed, hogy bizonyos időig, nem tudom, börtönbe lennél zárva. És azt mondja neked egy barátod, hogy tudod mit? Most olvastam az ítéletednél, hogy van lehetőség átruházni. Én vállalom. Én letöltöm helyetted a büntetést. Te ezt elfogadod, megörülsz ennek, és tudod, hogy a te legjobb barátod most ott van a börtön mélyén. És hogy te szabadon járhatsz, kellhetsz miatta, de benned van az az érzés, hogy de ő mégis ott van, és jaj, 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 és hogy érzed magad, mikor meglátod majd a barátodat az utcán? Tudod azt, hogy lejárt a büntetése ideje. Tudod azt, hogy letöltötte helyettem a büntetésemet, és szabadon jár, és szabadon kell, akkor mindenki lett fizetve. Helyre lett minden állítva. Ezt érezték a tanítványok valószínűleg, amikor először meglátták Jézust. Talán azt már értették, mert annyiszor elmondta neki Jézus, hogy halára fogok adatni a bűnökért. És nagyon sok mindent csak később értettek meg. De képzeld el azt, amikor végre azt látják, hogy Jézus jár, Jézus megy, Jézus jön, Jézussal beszélgetünk. Jézus leül velünk halat enni. Jézus ott van, meg tudjuk érinteni, meg tudjuk tapintani. Azt mondja Pál, hogy feltámaszhatott a mi megigazulásunkért. Majd azt mondja az abcselben, hogy Isten feltámasztotta Jézust, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, lehetetlen volt, hogy fogva tartsa őt a halál. Ugyanezt ezt erősíti meg Pál a Róma hadban, amikor azt mondja, hogy hiszen tudjuk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Szeretném ezt nektek bemutatni egy nagyon egyszerű illusztrációval. Mit jelent az, hogy a halál nem volt képes fogva tartani? Na most képzeld el a következő egyszerű példát. Ez a hatalmas víz, ez a halál, ez a sír, ami, ami mély, ami, ami mindent elnyel. És ez itt, ez az egyszerű labda jáképeze most Jézus, jó? Ez a labda itt Jézusnak a jelképezése. A két fakanalan pedig a halálnak a, a, karma. Ahogyan, ahogyan azt gondolta a halál, hogy most aztán ő fog győzni, két karommal, hatalmas karommal megmarkolja Jézust, és azt Történik ugye nagy péntek este, hogy lenyomja, és ott És telnek az órák, telnek a percek. De azt mondja a Biblia, hogy mit nem tudott a halál? Nem tudta fogva tartani. Mert sejted, hogy mi fog történni, és miért hoztam ide egy törölközőt, ugye? Nem tudja fogva tartani. Akárhányszor nyomom le, mindig, és mindig, és mindig fel fog ugrani. És bármit teszek, újra és újra feljön. És győzött nem tudja fogva tartani. Mert ezt mondja róla a Biblia, hogy a halál nem tudta fogva tartani Jézust. Tudod, miért örülök ennek nagyon? Azért, mert azt mondja a Biblia, hogy az ő feltámadásában van az én feltámadásom. Szóval mi fog történni, amikor engem lenyomnak oda legalúra? Nem fog tudni fogva tartani a halál. Mert nincs többi ereje. Ezért mondja a Pál, hogy halál, hol van a te fullánkod? Hol van a nagy Mark, markod, meg minden, eddig olyan jól sikerült, mindenkit ott tartottál. És most meg mi történik? Most azt történik, hogy nem tudtad többé fogva tartani Jézust. És ezt olvassuk ezért, hogy a halál nem uralkodik többé rajta. Egy idézetet hozok nektek, Max Lukádót, talán sokan olvassátok, azt írja, amikor Jézus meghalt, a bűneid is meghaltak. Amikor feltámadt, akkor a reményed is feltámadt. Majd azt írja, hogy ahogyan Jézusnak a tenyere kinyílt a szegek előtt, úgy nyílt ki számodra, és számomra mennek az ajtaja. Ez a húsvét. Erről szól, hogy amire mi képtelenek voltunk, és próbáltuk megfejteni, hogy hogyan tudnánk bejutni a mennek az ajtajába, hogyan tudnánk azt kinyitni. És képzeld el, hogy látsz egy hatalmas ajtót mindenféle mesterzárakkal, retina szenzorral, új lenyomattal is, és látod azt, hogy ide nem lehet bejutni. Lehetetlen. Képtelen vagyok rá. És egyszer azt látod, hogy kinyílik az ajtó belülről. Amikor Jézusnak a tenyere kinyílt a szegek előtt, a menny ajtaja kinyílt előttünk. És ezért mondja Pál azt, hogy a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. Hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsőség által, hogy mi is egy új életbe járjunk. És erre szeretnélek ma hívni. A húsvétnak nem sok értelme van, ha csak kipipálod, hogy na, idén is megemlékeztem erről. De jó, Jézus feltámadt, halleluja. Megünnepeltük úgy rendesen, ahogy kell. A húsvétnek az üzenete az, hogy mivel Jézus feltámadt a halából, ezért azt mondja, hogy ezért mi egy új életbe járunk. Egy új életbe járunk Jézus miatt. Azért, mert ő ezt megtette. Vele együtt meghaltunk, vele együtt feltámadtunk. És na most figyelj, mert a következő igevers, el se hinném, ha nem a Bibliában lenne. Jó, hát akkor nem lenne igemes. Na most érted. Róma 8.11. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Azt mondja Pál, ugyanaz a lélek, ugyanaz a szellem lakozik benned, aki Jézus feltámasztotta halottak közül. Képzeld el! Ezt végig pörgeted magadban, hogy ez, ez, akkor egy, ez nagyon nagy erőt jelent, nem? Ha az az erő lakozik bennem, annak az ereje, aki feltámasztotta Jézust a halálból, aki legyőzte a halálnak az évezredes uralmát, aki megtörte az átkot, belerendült földéség, az az erő venne bennem lakozást. Hát néha arra sincs erőnk, hogy kikeljünk az ágyból reggel, nem? Az az erő venne bennem lakozást. Amikor ezt megérted, akkor elkezd megváltozni az életed és azt megérthet, hogy miért mondja Kolosséban Pál, tehát feltámadható Krisztussal együtt, akkor azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus vannak, Isten jobbján ül. Kierkegaard, egy híres filozófus azt mondta, hogy az életet visszafele nézve tudjuk megérteni, hátrafele nézve megértjük, de csak előre nézve tudjuk élni. És hadd mondjuk tovább, amit ő mondott, igazán jól csak felfele nézve tudod élni. Amikor megérted azt, hogy ha ez igaz, ha én tényleg meghaltam Krisztussal, és tényleg egy új életre feltámadtam, akkor azt mondja Pál, hogy azokat keresétek, amik odafent vannak. Ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Mert képzeld el azt, hogy elmerülsz ebnek az edénynek a legaljára, és ott próbálsz alul berendezkedni. Keresed alul, ó, itt milyen jó, kényelmes helye lenne ennek a labdának, ó, itt milyen, ó én ebben a sorokban szeretnék lenni. De tudod azt, hogy ez mindjárt néhány másodperc múlva fel fog robbanni, és ki fog jönni ebből a vízből, akkor nem sokat időzöl ebben az edényben, nem? Hogy itt mi legyen, meg hogy legyen, meg most cseréljük lesz az -set egy másikra, mert érted azt, hogy nem ez a lényeg. Egy rövid ideig itt leszel benne alul, de nem ez a lényeg. És akkor megérted azt, hogy ez a földi élethez annyira, de annyira rövid. Ezt olyan sokat hallottam idősöktől, amikor gyerek voltam. És mindig mondom, hogy persze, én évek óta várok arra, hogy szülinapom legyen. Évek óta nincs mindig, mindenki másnak van szülinapja. Mikor jön már az enyém? Aztán most már nem várom a szülőnapokat annyira, és talán lehet ezzel tudsz azonosulni, hogy telnek az évek, telnek az évek. Hogy? Hogy lett ilyen gyors minden? És rájössz arra életed végén, hogy tényleg voltam annyira bolond és ostoba, hogy ez az élet körül forognék, hogy itt mim van, meg mim legyen. Szeretnélek arra bátorítani, hogy döntsd el azt ma, hogy ez a feltámadásnak az ereje, ez megváltoztatja az életedet hogy nem fogsz tudni ugyanúgy élni, mint eddig. Hogy ez mindent át kell, hogy írjon az életedbe. Hogy ez tényleg így van. Ha ő tényleg feltámadt a halálból, akkor ő él és uralkodik. És ott akar lenni az életedbe. És akkor ez mindent jelent. Ez jelenti azt, hogy te fel fogsz támadni ebből az életből. Ez jelenti azt, hogy nem a haláli az utolsó szó. Ez jelenti azt, hogy oda fennvalókkal törődjél, és ne a földiekkel. És szeretném még két dolgot a húsvét történetéből a szívedre helyezni. Az egyik az, ahogyan Jézus megjelent. Kinek jelent meg először? A Magdalai Máriának. Ezt megszoktuk, hogy ez a húséti történet. De képzeld el a tanítványok büszkeségét. Milyen fájó pont lehetett az, hogy a tanítványok ott ülnek is, és gondolkodnak, és összedugják a fejüket, hogyha valaki meg tudja érteni ezt a helyzetet, hát az csak Péter János, meg nem tudom, ki lehet az, ők, ők a nagyagyok, ők, akik átélték a csodákat, ők, akik démonokat üsztek már, akik gyógyítottak, és ott ülnek, gondolkodnak, hogy mi, meg hogy, meg mi, és beállít egy asszony, hogy megjelent neki Jézus. És nem biztos, hogy Péter és a többiek azt nem akarták enni, hogy feltámadt, lehet azt nem akarták elhinni, hogy na ne nevettes. És neked mondanál el először, <háha> ne nevettes már. Hát ha Jézus feltámadna, arról mi tudnánk. Arról biztos, hogy tudnánk. Egy asszonynak, akinek nincsen hírértéke. Hogyha ezt neked kellett volna eldöntened, hogy kinek mondd el először, akkor érdemes lett volna valami nagyon erős platformon, fórumon bejelentened. Egy olyan helyen, olyan embereknek elmondani, akiknek van a szavuknak értéke. Mondjuk legalább egy Nikodémus, de inkább valamelyik főpap. Annyiszor végig gondolom, miért nem Pilátus, miért nem Heródes, miért nem oda ment Jézus és azt mondja, hogy nagy erre most mossuk a kezedet. Most aztán megnézzük, hogy mi lesz veled. Annyira egyszerű lett volna így megjelenni. De tudomásunk szerint Jézus feltámadása után nem jelent meg olyanoknak, akik előzőleg nem hittek benne. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem hallgatott volna rám, ha én lennék a HR és a marketing vezetője. Ő azoknak jelent meg, akik előzőleg már hittek benne. És erre mondhatta minden kétkedő, hogy na persze. Mutasd nekem valakit, aki nem hitt benne, de látta Jézust. Olyan nincs. Na hát ennyi összeesküvés elmélet, szekta. Csak azok látták, akik hittek benne. Ugyan már? De Jézus hitet épít. És nem bizonyítékokat, hanem bizonyosságokat épít a szívedben. És ő ennek az országát építi fel. Ezt a hitet keresi ma benned. De amikor az a hit megébred, amikor az a hit létrejön, akkor már nem kell többé neked a bizonyíték, sokkal többet fog élni egy bizonyosság itt benn a szívedben. Hogy kapcsolatom van vele, hogy minden igaz, amit olvasok róla, hogy pontosan minden úgy történik, ahogyan megígérte. És képzeld el azt, amikor tehát Jézus találkozik Máriával, aki először nem ismeri fel, mikor ismeri fel őt Mária? Amikor Jézus mond neki egy nagyon fontos szót. Mi az a szó, amit mond neki? Mária. Amikor a nevén nevezi, egy dolog, amikor kollektívan, ámblok, hallasz valamit, hogy az Isten mindenkit szeret, meg megteremtette a világot, de amikor Isten a neveden szólít, ahhoz nincsen hasonló. Azt nem tudod összekeverni semmivel. És amikor ezt átéled, akkor tudod, hogy ott vagy. És, és érzed azt, hogy neveden szólított téged az Isten. És azon gondolkodol, hogy engem, nekem jelenik meg, Hát inkább egy, egy Péternek, János, egy pásztornak, vagy valaki nagynak. Nekem, aki ennyi mindent elrontok. Nem sok mindent tudunk erről a Máriáról, azt tudjuk, hogy Jézus hét démon tűzött ki belőle. Nem tudjuk, hogy milyen múltja volt, de valószínűleg nem azt érez, hogy ő a makulátlan tökéletes eszköz erre. És Jézus megszólítja, hogy Mária nagyon fontosnak tartotta, hogy találkozzon vele. És hiszem, hogy Isten ennyire fontosnak tartja azt, hogy ma találkozom veled. És a neveden szólítson. És tudod, amikor ez megtörténik, akkor az, akkor abban óriási erő van. Amikor, amikor valaki a, a saját neveden megszólít. Érezted már így, hogy mész valahova, ülsz a vonaton, és, és nem számítasz semmi ismerősre, és valaki megszólít, hogy Barnus. És ez a ki, ki, az, ki az, ki szólított meg, valaki, valaki a nevemen szólított. És tudom, hogy ez nem, a, nem, az ellenőr lesz, nem, nem a mozdonyvezető, hanem valaki, aki ismer engem, aki a nevemen szólít engem. És képzeld el, mit életett át Mária, amikor ezt megtapasztalt, hogy Isten a nevén szólítja őt. És azt mondja, hogy ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. A tenyerébe metzi a nevét. Amikor a gyerekeknél összefirkálják a kezemet, és kiderül, hogy nyilván alkoholos filcel volt. És napokig próbálom leszedni. És, és egész nap is sehogy nem akar lejönni. Egész nap mindegy, hogy mit csinálok. Autót vezetek, levelet írok, telefonálok. Ott a kezemen. Ott a kezemen a tintanyom, és mindig eszembe jutnak az én drága gyermekeim. És nyilván, ilyenkor mi próbáljuk letisztítani, mert azt mondjuk, hogy legyen már tiszta a kezünk, hát ne, ne, ne legyünk már koszosak. De az Isten azt mondja, hogy tenyerembe metszettem a nevedet. Bármit csinál, igazgatja az univerzumot, kicsit odébrakja a csillagokat, akármit kelljen éppen csinálnia, barnus, itt vagy, látlak, rád gondolok. Ez felfoghatatlan. Amikor megérted, hogy nem az a legnagyobb dolog, hogy Isten megteremtette a világot, hanem az, hogy szereti. Megteremteni a világot, ahhoz csak hatalom kell. Nekünk nyilván az sincs, de neki meg volt erre. De az, hogy szereti a világot, na az már valami. Az, hogy egy bukott világot, egy elrontott világot szeret, az a nagy dolog. És az utolsó igevers, amit szeretnék ma neked hozni, a jelenések könyvének a 24. fejezetében van, hogy a látod a passió filmet, számomra a legtöbbet mondó mondat az, amikor Jézus miközben viszi a keresztet, talán Máriához odaszól, és ennyit mond neki a jelenések könyvének az idézetét, hogy íme, mindent újjáteszek. Ezt mondja Isten a jelenések könyvében, hogy íme, hogy mindent újjáteszek. Ez az ő ígérete, hogy ezt ő meg fogja tenni. Erre várunk, mert ha körülnézünk, akkor senki se tudja azt mondani, hogy ez a világ tökéletes, és minden szép és jó körülöttünk. Azt látjuk, hogy itt ez még nincs kész. Azt látjuk, hogy a bűnt elintézte. Azt látjuk, hogy a halált legyőzte. Azt látjuk, hogy ez a világ még tombol. De az Isten megígérte azt, hogy íme, én mindent újjáteszek. Erről szól a karácsony, erről szól a húsvét, erről szól a pünkös, minden erről szól, hogy az Isten újjá mindent. És én erre szeretnélek ma hívni, hogy azon túl, hogy megemlékezel arról, hogy volt egy karácsony, volt egy húsvét, és meg azt, hogy Istennek nem az a célja, hogy tudjál a húsvétről. Nem az a célja, hogy ha megkérdezi a TV2-nek a stábja, hogy tudod de mit ünneplünk húsvétkor, akkor el tud mondani. Az a célja, hogy ennek az ereje ott legyen az életedben hogy a bűneid ott legyenek a kereszten, és egy új remény támadjon fel neked. Hogy elmondhassd azt, hogy igen, az Isten mindent újjátett bennem. Hogy ez megtapasztaltam, hogy övé az életem. És van még egy utolsó történés, ami nagyon látványos lehetett, azzal indult ma a tanításunk, hogy ez a nagy kő az elgördült. Egy hatalmas kő. Olyan érdekes, ahogyan le van írva, hogy az asszony, amikor mennek ki, azon gondolkodnak, hogy már mennek oda, de hogy, de hogy mi lesz a kővel? Ez, ez jártam már így, hogy, hogy, már úton vagy valahova, hogy valamit megcsinálj, és eszedbe jut egy olyan akadály, hogy de azzal mi lesz? Azt nem tudjuk megoldani. Mi lesz azzal a kővel? De azért mész tovább, hogy olyan még sosem volt, hogy ne lett volna valami, hát ha lesz valami, menjünk oda, aztán meglátjuk, hogy nincsen semmi. És mennek oda, és azon gondolkodnak, hogy ott van egy akadály, amit mi nem tudunk elgörget, el, elmozítani. Nem, nem tudjuk, nem tudjuk odéptenni. Mi lesz a kővel? És annyira egyszerűen mondja a Biblia, hogy egy angyal csak fogt és úgy odébb legyintette. Mint hogy csak egy egyszerű kis kavics lenne, nem? És miért beszélek erről? Azért, mert a húsítban erő van, a feltámadásban erő van. És lehet, hogy most az életedben vannak ilyen óriás kövek, amikre azt mondod, hogy de mi van azzal a kővel? Ami nem tud megoldódni. Mi van azzal a kővel? Azt nem lehet odébb rakni azt a problémát, ami van, amivel én küzdök. Ez szép és jó, ez a csodálatos húsvéti szép misem, meg beszéd, meg minden, de mi van az én kövemmel? Azt nem lehet odébb az, az, több tonnás, az hiába megyünk oda, nem tudunk rajta segíteni. Nemrég beszélgettem egy házas párral, nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, és úgy az is volt, hogy jó, most hát beszéljünk róla, de hát mit segít a beszéd, nem? Ezzel már nem segít a beszéd. És aztán találkozok velük, mikor elmondják a ragyogó arccal, mondom, mi történt? Minden. Az Isten történt. Az Isten történt. Hogy az az óriási kő, ami ott volt, az, az Isten kezében egy apró kavics, megfogja és a tenger mélyére dobja. És mondom, mondjam el neked, hogy az Isten még mozgat köveket. És hogy eléhozod, és azt mondod, uram, itt vagyok előtted, én hiszem az, hogy annak ereje munkálkodik bennem, annak lelke szelleme lakozik bennem, aki téged feltámasztott a halálból. Itt van ez az óriási kő az életemben. Elét hozom. Tudná vele valamit tenni? Én tudom, hogy ha te akarod, azt elmozdíthatod onnan. És Jézus azt mondja ilyenkor nagyon sokszor, hogy akarom. És fogja azt a követ, felemeli, kicsit játszik vele, és eldobja. És te azt mondod, wow, úgy szeretem mindig azt, még néhány évig talán élvezhetem, mikor a gyerekek valamit nem bírnak felemelni. És megkérjük, apa, odébb tudnéd tenni? És apa megfogja ez a, apa, te ezt megbírod emelni? Ó, várjál, nézd, egy kézzel is, így apa egy kézzel felemelget, és így, azt a... Tudom, hogy néhány éven van még ebből, addig élvezem, de... De néha ezt érezzük, mikor azt mondjuk Istennek, hogy Uram, lehetetlen az a helyzet, megoldhatatlan, mi lesz velem, itt a világ vége, mindennek vége, is senki nem tud rajtam segíteni. Uram, te tudnál rajtam segíteni? És azt mondja Isten, hát nézd meg, nézd. meg tudod emelni, na most figyelj. És így eldobja nyolc univerzum odébra. És azt mondjuk, hogy azt a... Ez lennél te? És bemutatkozik neked, hogy mindenható. Ez a nevem. Én vagyok az Isten, nincsen más. Csütörtöki történetünkből annyira megtetszett az a gondolat, amikor lábán Jákob után megy, és mérges rá, mert Jákob elment tőle, ez egy elég hosszú történet, most csak ezt a részét hadd hozzuk elő, de amiért nagyon mérges, mert valaki ellopta a házi bálványait, a házi isteneit. És annyira nevetséges számomra ez a mondat, mikor oda megy lábán Jákoboz, és azt mondja, és amúgy is, miért loptátok el az isteneimet? Képzeld el ezt a mondatot. Lában el lehet lopni az isteneidet? Hogy lehet ellopni egy istent? elvesztettem az hol hova raktam már megint az Istenemet? Jaj, lehet, hogy ráültem, hogy tud így megvédeni engem? És az Isten azt mondja a profitákon keresztül, hogy én nem ilyen vagyok. Én nem egy bálvány vagyok, amit kirakadsz a polcra, hogy ott legyek és néha letörölgetsz. Én nem egy házi bálvány vagyok amit be, be elrejthetsz a teve nyergi alá, mint hogy tette rá el. Én nem az vagyok. Én a Teremtő Isten vagyok, aki egy szavammal alkotta meg ezt az univerzumot. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Az én kezemben van a halálnak a kulcsa. Én vagyok az Isten. Engem nem tudsz bezárni egy dobozba, engem nem tudsz elveszteni, engem nem lehet ellopni. Én vagyok az Isten, és nincsen más. És húsvétkor az Isten ezt megmutatta. Ahogy Jézus feltámadt, és akik találkoztak vele, ezek teljesen lenyűgözve látták őt. És szeretném, ha most itt meg tudnánk állni. És tudná hozni egy döntést az Isten mellett. Lehet, hogy már régóta vele jársz, de lehet, hogy ott van egy kőgyűjteményed otthon, ami már az a kategória, hogy azok ott maradnak. Azok soha nem mozdulnak meg. Azokat nem lehet onnan elvinni. Szeretném, ha fognád ezeket a köveket, és azt mondanád Istennek, hogy Uram, ahogy én nézem ezt a követ, ez olyan hatalmas, ez most. Nagyon, mint 200 ember. Hatalmas. És Isten azt mondja, figyelj, add ide nekem, hagyd nézzem meg, hogy mekkora ez a kő. És fogja, és szétmorzsolja a kezében. Mert ilyen ő, a végtelen Isten, a mindenható. És legyél bátor, legyél, legyél hittel telve, és mondasz, hogy Uram, te tényleg? Te legyőzted a halált, feltámadtál. Akkor mi az, ami, mi az, ami kifoghatna rajtad? Hittel jövök eléd, és ezzel a hittel kérlek téged. De ha ezt még nem ismerted meg Istenben, amíg számodra Isten egy kulturális esemény ilyenkor április tájékán, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy engedd azt, hogy ennél több legyen. Hogy abból a házi bálványból legyen egy élő Isten az életedben. És engedd azt, hogy abból a dobozból, amiben bele tudjuk őt rakni, hogy ilyenkor őt előveszük ünnepek tájékán, vagy ha nagyon nagy baj van, akkor jó, ha ott van valahol a hátsó ülésnél. Engedd azt, hogy ő az az Isten legyen, aki ő valójában. És az első dolog, amit tesz, az, hogy neveden szólít téged, beleborzong a belsőd is, és, és, nem tudsz mit kezdeni ezzel, amikor megérzed azt, hogy az Isten megszólít téged. És aztán rájössz, hogy nagy bajba lennél, mert ő az igazgató. De aztán az igazgató elmondja, hogy nincsen semmi baj. Mert elhordoztam. Ezért volt nagy péntek, hogy elhordozom a bűneidet. Úgyhogy gyere nyugodtan ide hozzám. Szeretném, hogyha tudnál most az Istenre odafigyelni. És nem sokára fogunk imádkozni. De, de szeretném, hogy engednéd, hogy Isten mélyen dolgozzon benned itt a szívedben. Vannak mondatok, amiket én el tudok mondani. Azokat hallhatja mindenki. Ugyanazok a mondatok. De vannak mondatok, amik ennél sokkal fontosabbak. Amiket Isten lelke szelleme benned beszél ilyenkor. És mélyebbre viszi ezeket a dolgokat. Sokkal konkrétabban az élet helyzeteidre. Engedd, hogy az Isten most így beszéljen veled. Gyülekezetünk kúrusa fog most minket vezetni, és szeretném, hogy az énekek közben is adnál Istennek arra lehetőséget, hogy, hogy valahogy mélyebben dolgozzon benned is. Amikor elhangzik majd, hogy el a követ, mert Jézus él, akkor, akkor ne csak arra az egy kőre gondolj, ami ott volt, hanem fogd azt a követ, ami neked van, és mondd azt, hogy Isten, odadom neked ezeket a köveket, a szikláimat, mindenemet odadom, mert te vagy az Isten. Így hallgassuk most ezeket.